Három osztály 9 csoportjában 132 futballcsapat nevezett a megyében a 2016-2017-es bajnokságra. Kezdés előtt, illetve menet közben a megyei másodosztályú Pap, valamint a megyei harmadosztályú Nyírkércs, Nyírbéltek és Kispalát visszalépett, ettől függetlenül a csapatok számát tekintve még így is az egyik legnagyobbnak számít Szabolcs-Szatmár Bereg megye az országban. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója szerint a színvonalra sem lehetett panasz az őszi szezonban. A megye válogatott szereplése az pontosan mutatja, hogy a színvonal, a megyei első osztály színvonala a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei bajnokságnak kimagasló országos szinten is, tehát a top 3-ba, top 4-be biztos ott vagyunk. A megye másodosztály itt a környéken szintén azt mondom, hogy kimagasló, hiszen azért nem vagyunk vakok, ugye egyrészt járnak át játékvezetőink másik megyébe vezetni, onnan is jönnek ugye ide játékvezetők, egy-egy csapatvezető is néha hát megy egy másik megyei rangadóra, és azért jól látjuk, hogy a Szabolcs megyei másodosztály is igen erős, nagyon sok jó meccset lehet benne látni és tapasztalni. A harmadosztály még igazából másról szól, a megyei harmadosztály, ott is vannak jó csapatok, akik komolyabban veszik, ahol van egy edzés hetente, meg persze vannak olyan baráttársaságok, akik csak hétvégén jönnek össze, úgyhogy az igazából ez egy teljesen amatőr futball, ez egy teljesen grassroots futball. A megyei igazgatóság az elmúlt évekhez hasonlóan ismét szervez téli műfüves felkészülési tornát a csapatok számára. Az elmúlt 4 évtől eltérően most már nem egy helyszínen, hanem 3 helyszínen rendezzük meg, hiszen nagy örömünkre azért a megyei infrastruktúra fejlődött, és Nyírbátor mellett most már Kisvárdán és Tarpán is van nagy pályás, műfüves pálya, és ott is tudunk csapatokat fogadni. Mind a 3 helyszínen 10-10 csapatot várunk, tehát elméletileg 30 csapat jelentkezését várjuk erre a tornára. Január 28-án indul a nagy pályás műfüves torna, és február 18-19-én zárul. A szabadtéri torna mellett a hagyományos teremtornára is várja a csapatokat az igazgatóság. Január közepén a megye 6 sportcsarnokában indul majd útjára a labda.